Csóka Újvidék Budapest útvonal képezi Barlog Károly rövid prózáinak alapstruktúráját. A kötetben szereplő írások először blogjegyzetként születtek meg, majd ezek nőtték ki magukat szövegekké. Mindez kemény munka eredménye, mondja Károly. Egy szöveget megírni az nagyon sok idő, és bizony bagatell dolgokon kell gondolkodni nagyon hosszú ideig. Egész apró mozdanatokra kell odafigyelni, és igazából ez adja meg az egésznek szerintem a báját, hogy ezekkel a kis törmelékekkel, ezekkel a kis építő kockákkal, mint hogy az ember legózna, állítja össze a történeteit. A kötet merít a családból, a történelemből, a vidékiségből és a határon túliságból egyszerre. Fontosnak tartom a vajdaságiságot, vagy a vajdaság élményt, mert hogy itt vagyok itthon, és úgy gondolom, hogy a szövegeimnek a terepe is a vajdaság, meg az értelmező közeg elsősorban itt van. A Fórum Könyvkiadó célul tűzte ki a fiatal generáció felfuttatását. Mindenféleképpen egy sajátos hang, ez a sajátosság már érződik, illetve hát én úgy gondolom, hogy a következő könyveiben ezt hatványozottabban látni fogjuk. Egy nagyon érdekes megoldás ez a képek reflektálása a szövegekre, illetve hát fordítva, úgyhogy azt sem tartom kizártnak, hogy egy komolyabb képes könyvet fogunk tőle látni hamarosan. Károly következő lépése a szociográfia és az irodalom határán mozog majd, vagyis a budapesti 8. kerület világát tervezi feltárni.